Pankó morzsa, az nem más, mint zsemlemorzsa, csak nem száraz zsömléből készül, hanem szikkadt vagy friss zsemléből. Ebbe a gyorsvágóba öntöm bele. Ez a típusú morzsa puhább. Egy picit jobban kell odafigyelni rá. Kétféleképpen mutatom meg a sütését. Megsorzom a pulyka mellett. Megy a lisztbe. A liszt után a tojásba. A tojás után a morzsába. Amikor bőzsírban sütöm a morzsát, akkor egész tojás a panírban. Látszik, gyönyörű, világos színe van. A nagyobb morzsa miatt nem olyan egyenletes a felület, viszont gyönyörű, szép, világos. Közepesen meleg zsiradékban 2-3 perc alatt elkészül. Amikor serpenyőben nagyon kevés zsiradékon sütöm a pankó morzsás ételt, akkor tojássárgáját használok. Tojássárga egy sűrű bevonatot ad. Morzsa. Közepesen meleg serpenyő. És sülhet is. Három perc alatt ez is elkészült. Abszolút látszik, hogy melyik sült bőzsírban, és melyik sült kevés zsiradékban. A pankó morzsa igazi területe a kevés zsiradékban sült bundázott étel.